Nyáron kötött megállapodást egymással a Heves megyei önkormányzat és a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület. Közösen vállalták a megye értékeinek felmérését, a hungarikumok azonosítását. Céljuk, hogy a megye kiemelkedő szellemi, természeti és kulturális értékei, helyi hagyományai, egyedi termékei, gasztronómiája és minden más egyedi érték megőrzése és esetleges hungarikummá minősítése megtörténjen. Felmérés, illetve ezeknek az értékeknek azonosítása, ez folyamatosan zajlik. Most ugye létre fog jönni ez a szakmai bizottság, és akkor ezután már várjuk ezeket a felterjesztéseket. Az értéktár megyei munkáját a Nemzeti Művelődési Intézet helyi irodája koordinálja. A mi küldetésünk az, hogy elsősorban arra irányítsuk rá a figyelmet, hogy ezzel a gondolattal kapcsolatban valami helyi társadalmi mozgás induljon meg, a figyelem középpontjába kerüljön, a kulturális közfoglalkoztatottak, a kulturális szakemberek, a település lokálpatriótái figyeljenek erre, tegyenek javaslatot. A Heves megyei értéktár működését és a megyei munkát szakmai konferencián mutatták be az érintetteknek. A gyűjtőmunkát a megye mind a 121 településén elvégzik majd. Ezt követően kerülhetnek az adatok a megyei és a magyar értéktárba, majd a Hungarikum Bizottság elé.